Sziasztok, japán specialisták! A mai videóban azt szeretném bebizonyítani nektek, hogy a japánok tényleg mindenre gondolnak, egy kicsit mesélni azokról a dolgokról, amivel a japánok kényelmesebbé teszik a hétköznapi életüket, és így persze a turistákét is. Sziasztok még egyszer, én Jámbor Aliz vagyok, ti pedig a Japán Specialista Utazási Iroda YouTube csatornáját nézitek. Utazzatok velünk Japánba, böngészetek a honlapunkon, hogy milyen körutazásaink elérhetőek még. A legnépszerűbb általában a tavaszi sakura, tehát a cseresznyefa virágzás nézéséhez időzített túránk, de ezen kívül is még nagyon sok van, ezek elég hamar betelnek. A nyári körútjaink egy része talán még szabad, de mehettek velünk ősszel is, és most már télen is. Úgyhogy böngészetek, illetve kövessetek minket a Facebookon és az Instagramon is friss információkért és Japánról szóló érdekességekért. Nem tudom, mióta követitek a csatornát, de Japánban élek már 7 éve, és decemberben hazautaztunk pár hétre Magyarországra, a Covid meg gyerekek születése miatt 5 éve nem voltunk otthon, úgyhogy nagyon klassz volt hazamenni, és aztán nagyon klassz volt visszajönni is. Ez adta az ötletet a mostani videóhoz, ugyanis nagyon feltűnő sok dolog, sok kicsi apróság, amit a japánok elkövetnek, mondjuk így, hogy kényelmesebb legyen az életük. Nagyon feltűnő, hogyha idejössz turistaként Japánba, és aztán amikor itt élsz, akkor annyira egyértelművé válik, hogy már fel se tűnik, úgyhogy kellett nekem ez a hazamegyek és visszajövök dolog, hogy tudjam újraértékelni, és egy kicsit átgondoltam, nem mindennel találkoztam most közvetlenül, ahogy visszajöttem Japánba, hanem egy kicsit gondolkodnom kellett, hogy és még mi van, és még mi van. Úgyhogy ez nem lesz egy teljes lista, és azt hiszem, hogy nem is lehet soha teljes ez a lista. Úgyhogy én most felsorolok csak nektek néhány olyan dolgot, amit a japánok megtesznek a kényelmük és mások kényelme érdekében, és arra kérlek benneteket, hogy kommentben egyrészt jelezzétek, hogy ez nem csak Japánban van ám, hanem Magyarországon is, vagy én ebben meg ebben az országban élek, és itt is van ilyen. Mert ennek most nem néztem pontosan utána, hogy ez most mind japán találmány vagy ötlet volt-e, egyébként szerintem nem. Tehát egyrészt ezt írjátok meg kommentben, másrészt pedig, hogyha voltatok már Japánban, vagy hogyha itt éltek Japánban, akkor kommenteljetek arról is, hogy milyen dolgok vannak még, ilyen kicsi okosságok, vagy ilyen apró ötletek, amivel kellemesebb lehet az emberek élete Japánban. Sokszor csinálok 10-es listát, vagy nagyjából 10-es listát, most nem akartam így megkötni a témát, nem is számoltam meg mennyi van, meg nem is lehet annyira elhatárolni egymástól. Próbáltam úgy átgondolni, hogy ahogy leszáll az ember a repülőgépről, mi az, ami egyből feltűnik neki, és aztán amiről eszembe jutott valami, akkor arról megint fogok egy kicsit mesélni, meg aztán a hétköznapi életről is. Nem biztos, hogy mindennel fogtok találkozni, mikor itt lesztek Japánban. De nagyon érdekesek szerintem ezek a dolgok, de akkor csapjunk bele. A legelső dolog, amit észrevehettek, főleg, hogyha egyéni turistaként utaztok a Szigetországba, az a taxiknak az ajtaja. Szerintem én már az egyik nyelvtanulós videómban biztosan, de lehet, hogy máskor is meséltem nektek arról, hogy a japán taxiknak ilyen nagyon-nagyon menő, önműködő nyíló ajtaja van. Ez olyan, hogy a sofőr bácsi ül bent az ülésnél, de odaállsz a taxi mellé, és egyszer csak kinyílik az ajtó. ami nagyon nagy meglepetés így elsőre, és amikor én idejöttem Japánba, nem is tudtam róla. Úgyhogy ez volt az első döbbenetem. Ilyesmi apróságok lesznek a mai videóban. Hogy nem olyan nagy dolog, viszont ilyen nagyon pici apróságok, hogy egy kicsit így jobban érezd magadat, vagy tényleg vendégnek érezd magad, úgy érezd, hogy gondolnak rád a japánok. Tehát ez egyrészt egy ilyen omotenashi, ez egy fontos japán szó, amit úgy szoktak fordítani, hogy vendégszeretet, vagy japán vendégszeretet, de ez egyáltalán nem meríti ki a magyar értelemben vendégszeretetként használt szónak az értelmét, és a magyar értelemben használt vendégszeretetnek a fogalmát. Tehát nem csak ilyen kedvességekről van szó, hanem hogy a vendég tényleg azt érezze, hogy mindenben ki van szolgálva. Nem csak vendégként, de egy emberként azt érez, hogy gondolnak rád. És mondjuk ez a taxi ajtó, ez egy ilyen dolog. A másik dolog, amit egyébként még a taxi előtt is észrevehettek, az a WC-knek a felszereltsége, meg hogy mennyi minden van a WC-kben, hát ez most egy ilyen téma, volt egyébként egészen
a vlog kezdetekor egy WC-kről szóló videó, és most itt nem arról beszélek, hogy milyen hiper-szuper felszerelt a WC, hogy kimossa a fenekedet, meg is szárítja, meg csobogó hangokat ad, hogy ne legyen ciki, hogy te ott miket művelsz a WC-n. Nem erre gondolok most, hanem csak ilyen apró dolgok, amire jó lenne, hogyha mondjuk így Magyarországon is gondolnának, akik WC-ket építenek, hogy egyáltalán van WC egyáltalán, tehát nem az van, hogy be kell menni inni valahova egy kávét, vagy el tudjál menni, hanem tényleg, ha így rád jön a bármi, akkor el tudsz menni elég gyorsan is, és így elég rövid távolságokon belül. Parkokban, játszótereken szinte mindenhol van ingyenes WC, tehát nem kell fizetni érte, de hát amúgy is sok helyen, állomásokon mindenhol, mondjuk az talán nálunk is, de nem kell érte fizetni, és WC-papír mindenhol van. Itt most tényleg ne azt képzeljétek, hogy mindenhol ilyen hiper-szuper WC van, hogy tényleg csak ez a washiki, tehát ilyen japán stílusú, ilyen földön potyantós WC, de hát akkor is, tehát a WC-nek WC. Na de amit még nem is arra gondolok, hanem arra, hogy például van akasztó az ajtón, a táskádnak vagy a kabátodnak. Ami, hogyha belegondolunk, ez egy ilyen teljesen alapvető igény az embernek, hogy elmegy WC-re, és nem a hátizsákjában akar ott googolni, vagy ülni, vagy így állva googolni, hanem szeretné valahová felakasztani. Na, a japánok gondoltak erre. Tehát erről fog szólni a mai videó, hogy a japánok arra is gondolnak, amire az átlag ember nem. Sok helyen egyébként nem is akasztó van csak, vagy külön akasztó van ez a kabátnak, és van külön táskatartó, ilyen kis állvány, értem, a 100 jenesben lehet kapni, ilyen kis rács, amire rárakhatod, vagy egy kis polc, amire rárakhatod a táskádat. Úgyhogy teljes mértékben súlyok nélkül, teher nélkül használhatod a WC-t, és ez szerintem tényleg mindenhol van. Tehát vagy egy akasztó, vagy egy hely, ahol lerakhatod a cuccodat, és attól függően, hogy mekkora létesítmény WC-be találsz be, a szupermarketekben, vagy az ilyen plázaszerű helyeken, ott aztán tényleg ilyen a jövőből, WC a jövőből, de még állomások WC-ben is nagyon sokszor a nőknek ilyen külön sminkelős rész, ami nagy tükrökkel. Ami ugye ezért fontos, meg azért praktikus, hogyha valaki csak sminket igazítani ment be, vagy a haját megigazítani, vagy bármiét, akkor ne kelljen ott sorba állnia, meg lögdösödni a kézmosásnál, hanem akkor ott egy külön részen megteheted, elintézheted ezeket a dolgokat. És ami még nem tudom, hogy Magyarországon hogyan van, úgyhogy ezt majd tényleg írjátok meg, mert én nekem itt született mindkét gyerekem, és nem is voltunk még otthon, csak most voltunk először, az, hogy a WC-k többségében van egy ilyen gyerekültető, ahova így be tudod szegényt így poszítani, hogy addig ott ücsörögjön, amíg te elintézed a dolgokat. Nagyon sok WC-ben van pelenka cserélő állvány is, és főképp játszótereken, de amúgy tényleg plázákban, meg szupermarketekben is, többnyire női férfi WC-ben van egy ilyen gyerekméretű, általában az csak ilyen kis fiú pisilő, tehát ez a piszoár, ilyen gyerekméretű piszoár, de a nagyobb plázákban, meg ilyen bevásárló központokban szokott lenni külön gyerek WC. Tehát minden ilyen kicsi méretű, kicsi csap, kicsi kézszárító, kicsi ülős WC, kicsi piszomár, nagyon cuki, be van nekik rajzol, hogy ide rakd a lábadat, és akkor minden ilyen kacsalábnyom alakú matrica van oda ragasztva, tehát ilyen teljesen jól ki van gondolva az egész. És ami még nagyon extra, de ilyen kombiné, tehát ilyen éjjel-nappali boltokban szoktam én látni, hogy van átöltöző állvány. Ez így felnőtteknek, hát nyilván gyerekeknek is, tehát ezt most már nem a gyerekek kapcsán mondom, hogyha át kell öltöznöd az otthoni ruhádból a munkaruhádba, vagy vissza szeretnél öltözni az otthoniból a munkaruhába, vagy bármi miatt, akkor nem az van, mint így Magyarországon, hogy kiléptem az egyik cipőmből, akkor egy lábon így lehúzom a nadrágomat, a visszarakom addig a cipőbe, másik lábamról is lehúzom, és így vissza, és így valahogy így megoldod, közben próbálsz nem kizuhanni a WC-nek az ajtaján. Itt van egy külön öltöző állvány, hogy ne kelljen lerakni a lábadat a földre. Szóval tényleg mindenre gondolnak a japánok. Ha már szóba jött a gyerek téma, akkor egy kicsit még a kismama felszereltségről, vagy az én kisbaba-kismama felszereltségről. Nagyobb boltokban, meg szintén ilyen bevásárló központokban nagyon-nagyon klasszul felszerelt a baby room, tehát nem tudom magyarul, hogy szokták mondani, én szoptató szoba, de nem is csak egy szoba, hanem bemész, akkor ott lehet pelenkát cserélni, lehet meleg vizet a tápszernek ereszteni, akkor van kézmosó, de van ott hagyva sokszor popsi törlőkendő is, ki tudod dobni a pelenkát, ráadásul úgy, hogy így nem is kell hozzányúlnod, csak te bedobod, és így befóliázza neked meg minden, tehát ez azért nem mindenhol.
És van külön ilyen szoptatáshoz elkülönített 1, 2, 3, 4, meg nagyon sok hely, attól függ, hogy mekkora helyre mész. De hogyha nem is ennyire felszerelt az egész, velem még nagyon ritkán fordult elő, hogy elmentünk valahová, és nem volt egy külön hely a szoptatáshoz. Tehát egyedül így ki tudom emelni, pont az Év Kanji a videóban emlegetett Kiyomizu-dera, a kiotói nagyon híres templomban volt az, hogy ott így bementünk, és hogy akkora turista látványosság, így már megvoltam róla győződve, hogy ott így biztos lesz egy ilyen kicsi hely valamelyik irodában elkülönítve, hogy majd én ott tudok szoptatni, és akkor nem, és akkor az volt, hogy jó, akkor kint leültünk a templom valamelyik kis kövére, vagy lépcsőre, és akkor jelt akartam, és akkor ott így oké, tehát azért így a Japánban sincs mindenhol kiépítve, De nagyon sok helyen, tehát hogyha mentek múzeumokban, vagy ilyen bevásárló helyekre, akkor ott szokott lenni szoptatószoba, vagy olyan is volt Narában, valamelyik pihenőhelyen, hogy csak egy függönnyel így el volt takarva, de akkor is, tehát volt egy szék, meg valahol, ahol le tudtál ülni, és el tudtál vonulni, úgyhogy ez így eléggé ki van találva, és hogy nem tudom, ebben a témában nem akarok ilyen mélyen belemenni, de hogyha érdekel benneteket, vagy hogyha kisgyerekkel jöttünk, akkor az itt annyira nem megy, hogy így teljesen fedetlenül szoptatsz. Tehát olyat még így soha nem láttam. Szoktak árulni szoptatókendőt, és akkor azt szokták használni az anyukák, de mondom, általában megvan oldva, úgyhogy még az se kell. De ezt akkor nyakba akasztják, és akkor úgy, vagy eltakarják kendővel, vagy mit tudom, a pulcsiddal így eltakarod, hogyha esetleg ilyesmi merülne fel bennetek. De általában ez is nagyon klasszul ki van építve. És akkor még visszakanyarodva a WC-hez, és akkor már tényleg befejeztem, tehát nem ez a fétisem, csak hogy tényleg hihetetlen, hogy miket ki nem találnak, hogy sok helyen van ilyen rajz, olyan alaprajz a WC-nek, mielőtt bemész a WC-be, hogy hol milyen fülkéket találsz, ami azért fontos, hogy át tudod-e majd pelenkázni a gyereket, vagy le tudod-e ültetni valahova, vagy hol van ilyen rendes európai WC, meg japán stílusú WC, amit hogyha bemész, úgy is látni fogod, meg ki van írva az ajtóra, de már kívülről meg tudod nézni. És főleg az autópálya pihenőknél a WC-k annyira nagyok, hogy kint ilyen monitoron jelzik, vagy akár egy ilyen fémtáblán, és kicsi lámpák gyulladnak fel, hogy mennyi hely szabad a WC-k közül. Tehát melyik WC foglalt, és melyik szabad, és ott meg tudod nézni. És akkor ennek ilyen mindenféle ilyen nagyon menő és kicsit menő változata. És olyan is van, hogy közvetlenül az ajtón van rajta a lámpa, amit a parkolókból loptak ötletet szerintem, majd erről is mindjárt beszélek egy kicsit. És van egy ilyen nagyon egyszerű változat is, amit én javaslok egyébként Magyarországon is, akár múzeumokban, nagyon klassz, hogy már kívülről látod, hogy vannak ebben vagy nem. Ez a kiotói állomáson, azt hiszem a Shinkansen-nek az állomásán csinálták meg a női WC-ben, hogy kettő lapot vagy ilyen kis kártyácskát tesznek a WC ajtajára, egymással takarásban, és hogyha be van zárva a WC ajtaja, akkor az X, tehát hogy foglalt a WC, az a papír látszik, és hogyha kinyitod tehát kijössz a WC-ből, akkor az ajtó befelé nyílik, elviszi magával az X táblácskát, és csak a kör, tehát a szabad a WC jelzés marad látható. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon-nagyon egyszerű ötlet, és nagyon praktikus. És hogy ez miért kell a japánoknak egyébként érdekes? Szerintem nem csak a kényelem miatt annyira, hanem ők így nem nagyon szeretnek kommunikálni. Nem csak WC ügyben, tehát hogy azért itt a kényelmességi szempontok mellett szerintem nagyon sokszor közrejátszik az is, hogy ne kelljen egymással érintkezni. Most nem azért, mert annyira nem akarnak beszélni egymással, hanem hogy így ne zavarják egymást. Tehát az, hogy így valakit megzavarsz a WC-n, az egy nem jó dolog, és egyébként még akkor egy ilyen kis érdekes tény, hogyha én Japánba bekopogsz a WC-n, akkor nagyon sokszor nem kiszólnak, hogy foglalt, hanem visszakopognak. Ami nekem egy ilyen nagyon nagy ledöbbenés, és volt, amúgy meg általában nem kopognak. Tehát nekem ezért volt, hogy egy zsutyi rám nyitották, hogy jaj, mondom, hogy most lehetőleg így nem akarnak érintkezni, meg kérdezni, meg nagyon udvariasak, na hát kb. Ez a kopogjunk be a WC-n kultúra, ez így nincsen. Tehát ez nyilván olyan helyen volt velem is, hogy nem lehetett bereteszelni, vagy nem lehet látni az ajtó, hogy piros vagy zöld, úgyhogy nekik ezért lehet ilyen fontos, hogy nem akarják így zavarni egymást, de ez nagyon érdekes, és praktikus is. Hogy hogyan kerültek szóba az előbb a parkolók, úgy, hogy nagyon sok parkolóban, főleg az ilyen bevásárló helyeken, meg ilyen nagyobb állomások melletti parkolókban, piros és zöld lámpák jelzik, hogy már messziről láthast, hogy van-e szabad hely, vagy nincsen. Nem tudom, hogy ez Magyarországon is így van-e egyébként. Nagyon-nagyon praktikus, amikor hogy mész körbe, és keresed a helyet, és akkor már messziről látod, hogy na, ott van egy zöld lámpa.
És amit még így a parkolás kapcsán Japánban, hogy hát ez annyira nem a kényelmet szolgálja, hanem inkább azt, hogy nagyon kevés a helyük, ugye, főleg ilyen nagyvárosokban, Tokióban, hogy ez, amit ők úgy neveznek, hogy Rittai Chusha, ami azt jelenti szó szerint, hogy ilyen háromdimenziós parkolás. Angolul pedig ilyen multi-story, tehát ilyen többszintes parkolásnak lehetne fordítani. Az, hogy az autók egymás fölé is parkolnak, nem úgy, hogy ráállnak egymás hátára, hanem mindenféle állványokon, vagy ilyen rámpán felmegy, ez megemeli, és akkor egymás fölé lehet parkolni. De ennek van az ilyen nagyon mini változata, amikor tényleg ilyen lakásoknál kettő autó egymás fölé áll, van, amikor még több szinten, és aztán vannak olyan parkolóházak, hogy behajtasz, ki kell szállni az autóból, és csak az autó bemegy mindenféle síneken, meg elforog, meg megy több emeleten, és betolják oda valahova, és egymás hegyén hátán állnak az autók, mint egy ilyen kis játékboltban, és amikor visszamész, akkor előhozzák neked onnan valahonnan. Olyan, mint egyébként a japán italautomaták, csak autóban. Úgyhogy tényleg ezt is teljesen kiépítették. Na, de vissza egy kicsit még a hétköznapibb kényelmességekre, és arra, hogy a japánok mindenkire gondolnak. Az egyik dolog, ami nagyon érdekes volt nekem, emlékszem, egy postán vettem észre először, hogy van egy ilyen pici lapocska az asztalon, egy ilyen műanyag lap volt, és nem tudtam, hogy ez mire való, elolvastam, és oda teheted a botodat, tehát ez ilyen járáshoz használt botodat, oda beakaszthatod, vagy az esernyődet is akár, tehát ott ne kelljen kézben fogdosni, meg ugye, ha oda támasztod az asztalhoz ugyanezzel a módszerrel, akkor sokszor leborul. És akkor van ez ebben a tényleg kis lapformácskában, vagy van, hogy egy ilyen C betű alakú, vagy hát egy majdnem egy ilyen kör alakú kis fogantyú, odafogja a botodat, úgyhogy tényleg mindenkire, mindenre és mindenkire, az idősekre is gondolnak a japánok. Az esernyő kapcsán pedig, hát tényleg megint annyit lehetne beszélni, mint egy kicsivel korábban a WC-kről. Az alap, hogy a legkisebb boltoknál is kivarak vagy esernyőtartó, hogyha bemész, akkor ne kelljen ott vinned. Ami mögött nyilván megint az is van, hogy nem az, hogy ne kelljen bevinned és a vizes esernyőt fognod, hanem aztán ne kelljen utánad majd feltakarítani az egész boltot, hogy összecsöpögtetted. És hát Magyarországon vagy máshol a világon lehet, hogy ez azért is nehéz, mert elvinnék az esernyődet. Ez egyébként Japánban is előfordul, nagyon sok az egyforma esernyő, nyilván egyébként simán a lopás is előfordul, tehát azért Japán se egy 100%-ig biztonságos ország, de azért szerintem gyakoribb az, hogy mindenkinek ez az egyforma ilyen átlátszó esernyője van, és volt erről videónk is, van esernyőmatrica, amivel kicsit így megdizájnolhatod, hogy felismert, hogy ez a sajátod, de az összecsukva akkor se biztos, hogy látszik. Erre is mindjárt mondom, hogy milyen megoldás, de az az alapvető, hogy oda legalább be tudod tenni az esernyődet. Minél nagyobb egy bolt, annál több rekesszel van az esernyőtartónak, tehát nem csak egy, amiben mindenki beleszúrja, beledobja, hanem akkor vannak kis külön fakok, hogy el tud különíteni a többiekétől. És aztán, hogy megismerd a sajátodat, és hogy ne vidd el másét, van az, amikor be van számozva. És van olyan is, az meg már azért, hogy ne lopják el, nem tudom, hogy kulcssal be lehet zárni. Tehát ilyen zárható esernyő, parkoló, ezt a japánok is úgy hívják, hogy ilyen parkoló, meg kasatate, tehát ilyen esernyő állító, esernyőtartó, vagy kasarokka, mint locker, ez a zárható ilyen, hát ahol a táskádat be szoktad tenni. És tényleg van olyan az esernyőnknek is, hogy rendesen ajtóval zárható. Na, az már az ilyen hiper-szuper biztonság. És ami még nekem nagyon tetszett, bár nem túl természettudatos dolog, vagy környezettudatos dolog, hogy ne csöpögtesd össze az esernyőtől az egész boltot, nem is ilyen esernyőtárolót raknak ki, mert már tényleg a nagyobb helyeken, vagy nem tudom, hogy ki dönti el, hogy melyiket választja, vagy nagyon sokan lehet, hogy nem szeretik kint hagyni, és akkor ilyen zacskót tesznek ki, tehát ilyen kaszabükürő esernyő zacskót, amit vagy letépsz magadnak, és ráhúzod az esernyődre, és miután kijöttél, eldobod, erre mondom, hogy nem túl környezettudatos, de én ezzel azt szoktam csinálni, hogyha találok egy ilyet, akkor ráhúzom, és elrakom, és legközel megint használom, hogyha megint lesz esős idő. De azért sokan vannak, akik otthonról hoznak ilyesmit eleve, nyilván Magyarországon én is azt csináltam, hogy a saját tokjába visszadugtam, hogyha volt neki, de ez egy nagy esernyőnknek általában nem szokott, csak a kicsi összehajtható esernyőnek. Tehát van ez az egyik fajta, hogy manuálisan ezt így felhúzod, és van erre külön gép, aminek még külön neve is van.
Kaszabükuro dzsidó szócsakuki, ami azt jelenti, hogy az esernyő zacskónak az automata, tehát önmagától működő automata felrakó, felöltöztető gépei, szó szerint, tehát az a gép, ami ráhúzza a zacskót az esernyődre, és akkor van, hogy ez csak ilyen nagy esernyőkre, de van olyan, hogy kis esernyőre is ilyen mindenféle változatban. A japánok tényleg a jövőből jönnek, ilyenkor tényleg azt érzem. Ahol még ezt át szoktam élni, tehát az a hely, ahol azt érzem, hogy most már így tényleg nem a 90-es évek vannak, amikor én gyerek voltam, az, hogy a boltnál ilyen automata pénztár van. Amit tudom, így van, volt már Tesco-ban is, én is, amikor otthon voltam, utáltam. Tehát, hogy így egyesével lepittyektetem magamnak. Nem erre gondolok, hanem arra, hogy belerakod kosárban a mindent, tehát hogy így benne van a kosárban, minden belerakod egy ilyen kis rekeszbe, és így tudja, hogy mi van benne. És így megmondja, hogy ez mennyibe kerül, hogy le kell ellenőrizni, és elfogadod, és kifizeted, ez egyébként nálunk egy ruhaboltban van, tehát élelmiszerboltban szerintem azért itt Japánban sem működik, nem tudom, még az is lehet, hogy igen, de ruhaboltokban már nagyon sok helyen működik, és meséltem nektek korábbi videóban, vagy videókban, hogy itt Japánban sokszor még kártyával sem lehet fizetni, de ez azóta eléggé megváltozott. Tehát 7 év alatt, miután itt vagyok, nagyon sok kártyafogadó hely lett, aztán van egy ilyen PayPay nevű alkalmazás, meg több alkalmazás, hogy befényképezel egy ilyen QR kódot, beütöd az összeget és úgy fizetsz, vagy ők olvassák le a te ilyen vonalkódodat, és akkor az leveszi az összeget, amit feltöltöttél előzőleg ebbe az applikációba, és aztán van ez, amit ők úgy neveznek, hogy Denshi Money, ilyen elektromos pénz, és ugye nem annyira stimmel szerintem az elnevezés. Van Japánban mindenféle kártya, mágnes kártya, amit tömegközlekedéskor használtak eredetileg. Tehát erre feltöltöttél egységeket, pénzt, és akkor nem kellett egyesével venni, vagy nem kell egyesével venni a jegyeket, hogyha vonatozol, vagy buszozol, hanem csak így lepittyented, és így mész tovább, és kész. És akkor ez elkezdett úgy bővülni, hogy be lehet használni italautomatáknál, és ami nekem nagyon nem ment a fejembe, de én egy kicsit elmaradott vagyok ilyen dolgokban, próbálom elmagyarázni normálisan, az, hogy már ez a kártya sem létezik, hanem ez a kártya bekerül a telefonodba. És akkor én azt nem értettem, hogy mondom a férjemnek, hogy de hogyan raktad bele a kártyát? És akkor mondta, hogy sehogy, ez egy applikáció. Mondtam, jó, de hogyan raktad bele a kártyát? És akkor kiderült, hogy már csak a neve ez a kártya, tehát ezeknek mindenféle neve van, attól függően, hogy melyik céghez tartozik, hanem az a lényeg, így mondom inkább, felejtsétek el az egész kártyát, amit mondtam, van egy applikáció, és akkor ugyanez, hogy töltesz rá pénzt, és csak odaérinted a telefonodat, és akkor lehet fizetéshez használni boltokban, lehet italautomatáknál használni, lehet tömegközlekedésre használni, mindent egy helyen. Ami egyrészt ugye így veszélyes is lehet, hogy így bárhol lepittyented, meg ha elveszik, de van rajta ilyen korlát, hogy mennyit használtad és mikor használtad, tehát ilyen szempontból nem praktikus. Viszont, hogyha ilyen kis vásárlásokra használod, akkor meg igen. Tehát, és akkor ennél a ruhavásárlásnál is lehet használni, tehát egészen fantasztikus, hogy így bemész, így belerakod a kosarat, felismeri, és csak lepittyented, és úgy fizeted ki. Ami pedig még a ruhaboltokról eszembe jutott, és lehet, hogy már meséltem nektek, az egyik dolog az, hogy nagyon sokszor le kell venni a cipőt. Egyébként szerintem ez is klassz, hogy nyilván az öltözésnél ott lelépsz, akkor oda lelépsz mindenkinek a koszos cipőjének a mocskába, nem, ott akkor már mindenki csak szokniban lép fel. A másik dolog pedig, ami lehetne magyar üzletekben is szerintem, ez a sminkmaszk. És ez biztos egyébként, hogy nem csak Japánban van, tehát én szerintem minden kicsit fejlettebb országban megtalálható, hogy ne, de annyiszor volt már olyan lányok biztos veletek is, hogy meg akarsz venni egy ruhát, és akkor itt főleg a nyakánál tiszta ilyen púder, vagy alapozó. Na és akkor ez ellen van, hogy ne kend össze a ruhát. Szóval kaptam egy ilyen smink elleni védőmaszkot, hogy ne koszoljam össze a ruhákat. Ami hát jó, ha úgy vesszük, elég érdekes, de a ruhákat legalább védi. Amúgy nem tudom, mert még sose vettem fel. Lehet, hogy így kell. Bár akkor meg a szádnál nem véd, valaki írja meg, ha tudja. És annyi még a különbség, hogy a japán próbafülkékbe általában le kell venni a cipőt. Ez ugye egy kicsit különleges, de erre a szőnyegre például cipőben nem szabad föllépni, úgyhogy mindjárt leveszem. És sok helyen fellépő is van, tehát meg van emelve, ahol öltözni kell. Végezetül pedig néhány
ilyen konyhai vagy evéshez kötődő érdekességet hoztam nektek. Nem tudom, mióta követitek a csatornát, de van egy Aliszka ez mi sorozat, sajnos egyre ritkán, amikor mindenféle japán találmányokat vagy okosságokat mutatok be, és hát van néhány nagyon apró dolog, amivel nem tudnék kitölteni egy egész műsor, de ide most belepakoltam, úgyhogy ilyen szempontból is praktikus volt. És ezek tényleg olyan dolgok, hogy nem valami nagyon nagy dolgot találtak ki a japánok, meg nem is biztos, hogy csak Japánban van, de hogy ilyen tényleg, hogy eddig erre mi miért nem gondoltunk, hogy annyira alapvető, hogy tényleg egy ilyesmit még pluszban ráraksz, vagy egy ilyesmit kitalálsz, és akkor mennyivel könnyebb az élet. Inkább mondom a példáimat. Van például ez a püring, amit így pudingnak lehetne fordítani, de ez ha japánok csinálsz ezt a magyar pudingot, amiben keményítő van, vagy lisztes, vajas, vaníliás, az nekik az nem püring. A püring az általában egy ilyen zselatinos, vagy tojásból és tejből és cukorból, de nem főzött, hanem így párolt puding. Tehát végülis az is puding, de csak hogy így tudjátok, mi a különbség. Na és akkor náluk ez a klasszik, hogy ehhez ilyen karamellás öntet van, vagy karamell öntet, amit én utálok, nem csak a japánt, hanem így összességében. De ha szeretitek, akkor próbáljátok ki. Na és ezt így árulják a boltban. Nincsen olyan kisgyerek, aki ezt nem szereti és nem evett. És ezt meg kell fordítani, hogy a karamell szósz a végén az így ráfoljon a tetejére. Na most az a kérdés, hogy hogyan jön ki a műanyag pohárból. És a japánok, nem tudom, hogy a japánok, de kitalálták, hogy akkor ezt megfordítod, és van egy ilyen pici pöcök az alján, ami levegőt enged be, és akkor abban a pillanatban, hogy ezt ott kinyitottad neki, így lezutjan az egész a tányírodra. Na, mondjuk én így kipróbáltam, és akkor van, hogy ez úgy magától kijön, anélkül, hogy ezt megcsinálnád, de attól függ, hogy milyen gyártó egyébként. És nagyon-nagyon praktikus és nagyon egyszerű, persze ugye minket magyarokat ez azért nem érint, mondjuk már régóta nem ettem ilyen poharas bolti pudingot, de ezt még kiszoktuk kanalazni, és tejszínhab van a tetején, azt meg nyilván nem akarod megfordítani, de csak mondom, hogy esetleg ez egy ilyen piaci rés, hogyha otthon valaki pudingot szeretne gyártani karamell öntettel, akkor így lehet megoldani. Egy másik evéshez kapcsolódó okosság, amit itt láttam, hogy a mustárnak meg a ketchupnak, hogy mondjam nektek, egybe van egy ilyen kis tárolóban. Olyan, mint a menzán, amikor kaptál külön kicsi lekvárt a 10 óraidhoz, vagy a hotelekben az ilyen kicsi külön csomagolt vaj meg, vagy margarin, vagy lekvár, vagy méz, csak ketchup van benne, és mustár, és ez el van felezve, és úgy nyílik ki, hogy így félbehajtod, és megnyomod fölülről, és mindkettő kijön egyszerre. Most kérdés, hogy akartad-e mindkettőt, de úgy látszik, ez egy ilyen nagyon népszerű kombináció, ez a ketchup mustár. És most, hogy utána néztem, kiderült, hogy van olyan is egy ketchup majonéz, van olyan is, hogy vaj és méz, tehát ez a magyar klasszik vajas mézes, lekváros mézes, aztán kapaszkodjatok meg, ugye Japánban ilyen babos édességek vannak, ezt ők kenyére is szokták kenni, ezt az anko nevű édes papürét, és akkor van vajas ankos, meg tényleg mindenféle ilyen kombinációban és változatban, de az általános az, hogy az éjjel-nappali boltokban lehet venni ez az ilyen amerikán dokkő. Ezt se tudom egyébként, hogy ez japán találmányom, vagy mi ez, soha nem ettem. Úgyhogy nem tőlem fogjátok tudni, mi ez, hogy így ránézésre egy vízli van ilyen bundában kisütve. Tehát, hogy így hot dog, American dog, hogy amerikai kutya, tehát, hogy hot dog, csak nem hot dog, hanem hogy a vízli körött van ez a bundás tészta, és ahhoz adják ezeket csak mustár kombót. De valahol én is találkoztam vele, akkor lehet, hogy hotelben találkoztam vele, vízlihez adták, vagy valamihez. Úgyhogy ez még ami nagyon praktikus, és a japánok sem tudják a nevét. Tehát ezt így most, hogy a neten böngésztem, én is úgy csak beírtam, hogy ilyen kis tárolom, amiből egyszerre jön ki a mustár és a ketchup, és akkor kiderült, hogy mi annak a neve, ilyen Q&A, tehát question and answer oldalakon így próbálják megválaszolni, és egy egész tévéműsor is volt róla, az a neve, hogy pakite. A pakito varerő, vagy varő, az a paki, ez annak a hangja, hogy valamit így eltörsz, vagy így ennek ugye, hogy így ketté töröd, a pakite, gondolom a te az a te kéz, tehát hogy szerintem így ebből tették össze, tehát hogy egy kézzel meg lehet csinálni, és ilyen paki hangot ad, amikor ketté roppantod, és képzeljétek el, ez állítólag onnan vették az ötletet, hogy egy amerikai
ha jól értettem, gyógyszergyártó cég, vagy villanyszerelő cég, vagy nem tudom, hogy most melyik volt, hogy jön össze a kettő, hogy amikor a villanypóznákra felmásznak a szerelő bácsik, és ott véletlenül megsebesítik magukat, egy olyan kenőcs, amivel gyorsan így be tudják kenni a sebet, de ugye egy kézzel, mert ugye egy kézzel kell kapaszkodni, vagy nem tudom, mit kell csinálni, és hogy az volt ilyen, hogy így összenyomták, és akkor ezt meglátta egy japán, gyógyszer helyett rakjuk bele ketchupot és mustert, és már is álmaim találmánya, hogy ezt a kettő dolgot mindig egyszerre akartam elintézni. Azért vannak itt érdekes találmányok, arról is lehetne majd egy műsor. De hogy végül is praktikusnak praktikus. Ennek kapcsán még tudok nektek egy ilyen bolti konyhai evős trükköt vagy okosságot mutatni a japánoktól, ami azért nem praktikus egyébként, mert szerintem senki sem tudja. És amúgy így nem is praktikus, de mindegy. Az, és én is csak most találtam meg, hogy keresgetem, hogy mit lehetne belerakni a műsorba, az önmagától záródó lekváros üvegfedő. Igen. Ami tök jól hangzik, és én így tök jól elszórakoztam vele, az a lényeg, hogy rárakod az üvegre visszafedőt, így elengeded, és így lecsavarodik. De hogy ugye nem, azért nem zárja le magát, tehát azért azt így rá kell szorítani kézzel, úgyhogy ha jó, azt mondod praktikus, ez talán olyan háztartásokban lehet nagyon hasznos, ahol tényleg így ott hagynak csapott papot, tehát legalább rakd rá a fedőt, és akkor az így lezárja magát, nem tudom egyébként, hogy légmentesen, nem hiszem, mert hogy tényleg így rá kell csavarni, mindegy, érdekesnek érdekes, úgyhogy megmutatom nektek. Azt hiszem, de majd írjátok meg kommentben, hogy ez hogyan alakult, mielőtt én eljöttem. Magyarországon olajgyűjtő helyek vannak, ahová, tehát az otthon ilyen olajat, amiben sütsz napraforgó olajat, vagy bármi mást, elviheted. És szerintem lehet, hogy a magyarok többsége még mindig, ahogy az én anyukám is régen, mert nem tudták, hogy ezt nem szabad, vagy nem tudom, kiöntötte a WC-be, vagy a lefolyóba. És itt Japánban is szerintem sokan ezt csinálják, de van ilyen olaj megkeményítő anyag, még japánul sincsen neve, tehát ilyen aburakatame, vagy valami ilyesmi, tehát az olajat megkeményítő valami, és a termék nevét szokták mondani, de általában így el szoktuk egymásnak magyarázni, hogy tudod, azt vegyed a boltban, amit, hogyha így beleszorsz az olajba, akkor megkeményedik. Mi ez? Mint most utána néztem, ez ricinusból kinyert valamilyen zsírsav, ilyen por formában van egy zacskóban, és a kihűlő félben lévő olajba kell belekeverni, tehát nem jó a túl forró, se ilyen 80-85 fokos olajba kell belekeverni. Egy zacskó, az 600 ml olajat tud megkeményíteni, összekevered, hogy így rendesen eloszoljon benne, várni kell egy kicsit, és akkor megfagy igazából, olyan lesz, mint amikor a zsír így megfagy a pohárban. És utána ki lehet dobni az éghető szemétben, tehát ezt utána el fogják égetni. Jól fog égni valószínűleg, de az a lényeg, hogy ne a vizekbe kerüljön, meg a lefolyóba és az ivóvízrendszerbe. Úgyhogy van ilyen okosság is, ez például tényleg nem tudom, hogy hol működik, származási helye India, legalábbis a ricinusnak, amit írtak rá, de szerintem, vagy ott gyártják, nem tudom. De emiatt az is lehet, hogy nem japán találmány. De a kedvencem, és ezt hagytam a végére, mert egy tényleg nagyon apró ilyen kedvesség vagy figyelmesség, az, hogyha összehajtod a szójateljes dobozt, tehát így, ugye magyarul van ez a nagyon kis vicces, hogyha megitta, tapossa laposra, na olyasmi, a tejen nincs rajta egyébként sajnos, de a szójateljes dobozon, hogyha felnyitod a füleit, akkor oda van írva, hogy tatan de kurete arigato, hogy köszönjük, hogy összehajtotta, és egy szívecske, úgyhogy ez ilyen tényleg nem nagy dolog, de az embernek jól esik, hogy jaj, gondoltak rá, hogy megköszönjük, mert amúgy nagyon macerás, ilyen kemény anyagból van. De hogy ha megköszönik, azért mindjárt más érzés, és akkor lehet, hogy legközelebb is összehajtod. Ennyi volt már a japán specialista, én ennyi kis japán figyelmességet, okosságot, kényelmességet szerettem volna nektek megmutatni, tényleg a teljesség igénye nélkül, és kíváncsian várom, hogy mit írtok a kommentbe, hogy ti még mikről tudtok, vagy miről hallanátok szívesen, meg hogy ez nem is volt japán, úgyhogy kommenteljetek bátran, és kövessétek továbbra is a japán specialista utazási iroda oldalát az interneten, a Facebookon és az Instagramon is. Ja, és lájkoljátok a videót. Zsáne!